Jó estét kívánok! Jó napot! Szombi György vagyok, a Cédus Művészeti Alapítvány műhelyének az elnöke és a napot folyat főszerkesztő. És ez a mai esténk e két egymást kisegítő műhelynek, vagy a műhelyen belül a napotnak is, és a Cédusnak is, mint könyvkiadással is foglalkozó, ezért hangsúlyozom, formának az együttes este. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki havazás és kézlabda világbajnokság ellenére itt van. Ki tudja, hogy mi történt a Norvégia, illetve Tunisz Egyiptom meccsen. Most végződött be, és nekünk ugye nagyon fontos. Arra is gondoltam, hogy teszek egy tévét, és nyilván nézzék önök a Magyarország-Norvégia szintén döntő meccset, de hát ez csak idétlenkedés. Remélem, hogy ennyi idétlenkedéssel én le is zárom, már ki tudja, akikat előre jelzem, hogy fognak következni. Mert ez egy nagyon bizonyos értelemben, sőt minden értelemben emelkedett ünnepi pillanat, amikor egy évben, az év elején már több egyszer együtt hirdetjük ki és adjuk át a Prágai Tamás díjat, illetve az a 2019-es Prágai Tamás díj, és a 2018-as sok-sok beküldés után kiválasztott legjobb alkotóknak járó napot, Nívó díjat. Nagyon szűk
keretben annyit akarok összességében ezekről a díjakról, illetve ennél többről is mondani, hogy van két alapvető díja a Napoknak, mint folyamatnak, amelyről bizonyára tudják, hogy 200 tematikus száma jelent meg, és 20 éves volt a múlt esztendőben. Két alapvető díja van, az egyik az életmű teljesítményért, ez alkotói vagy kutatói életmű teljesítmény, 11 néhány nagyszerű barátunknak adtuk át, a másik pedig műfordításért járó teljesítmény díj, ez a Napot hetet hét díj, a hetet hét a Napotnak és Napot online-nak a műfordító világi irodalmat tallózó rovat. Ezen túl minden évben egy sereg, viszonylagos, minden esetre legalább három pályázatot írunk ki, ezek közül kettő visszatérő, a harmadik az pedig az adott évhez kapcsolódik. Az egyik pályázat, amely 13 éve fut, ez a tematikus haiku pályázat, amelyre özönölnek a pályamunkák több száz, és egy-egy ilyen alkalommal az a száz fölötti azoknak a szerzőknek a száma, akiktől 1, 2, 10 és még több haikut, haikut vagy hajgát közlünk. Ez az idei március számban fog megesni. Orrom a témája, valaki most akar jelentkezni, még van idő. A másik, ami pedig szintén 10-valahány évenek nem néztem utána folyik, a magunk között úgy mondjuk, hogy parttalan pályázat, amire bárki bármit beküldhet. Volt egy kis elég érdekes pályázók, akik hőfédolokat küldtek be, vagy a nagyszülőnek a tábori levelezését, tehát bármit be lehetett küldeni. Ennek a szabályait egy kicsikét megreguláztuk annyiban, hogy a szerkesztőknek ez rengeteg munkát jelent. Az évente több száz, az évek alatt több ezer, ugyanez vonatkozik a haikóra, és ennyit olvasnak végig a mi nagyszerű szerkesztő barátaink. És a kortárs alkotások, irodalmi alkotásokat kiírt pályázat, amit magunk között célos pályázatnak hívunk így belső körökben, tavaly is olyan sok munkát, olyan sok jó pályázatot hozott, hogy a szerkesztőink 91-et, ezek jobb a vers, de próza, esszé, tanulmány, gyűjtés, fordítás, kritika emeltek úgy ki, hogy nívó díjra, illetve kiemelésre, közlésre javasolták. Ezek jó részét mióta a Napot online 3 éve létezik, 4. éve van, javát ott tudjuk közölni. Mindegyiket, amelyiket elfogadunk, ugye kötelesek vagyunk közölni, ezt meg is teszünk. Itt közöttünk a Napot online főszerkesztője, Kálai Kovács, Kálai Kotász Zoltán barátunk, aki ezeket ütemesen szépen felrakja, és alig van tartozás, nekem a Napotban van valamelyest. És ebből a sok-sok kiváló alkotásból 12-t a szerkesztőtársai Babics Imre, Hegyi Zoltán, Tamás Rossz János, Tóth Holló Tamás, Hegyi Botos Attila kiválasztottak, és ennek a 11, illetve rosszul mondom, 12 pályamunkának, akik nívódíjat érdemelnek, fogjuk átadni, illetve fogom átadni a közösségünk nevében azt az oklevelet, és azokból a könyvekből egy-egy csomagot, amelyel így ismerjük el azt a kiemelkedő alkotói vagy kutatói tevékenységgel, amelyel megtiszteltek bennünket. A másik, és ebben fogunk kezdeni, mert ez friss díj, Prágai Tamás díj. Prágai Tamás néhány könyvét is látják ott, amit majd ajándékba kapnak a nívódíjasok. Nagyszerű barátunk volt a kezdetektől, a szerkesztőnk, aki sok-sok addig ismeretlen szerzőt fedezett fel, fiatalt vagy kevésbé fiatal, nagyon sokat indított a pályán, és egy lehetetlen halálketté vágta életét. Akkor azonnal eldöntöttük, hogy a minden területen kimagaslott, tehát nem csak szerkesztőként, hanem kritikusként, fordítóként, prózaíróként, drámaíróként, költőként,
nagyot alkotó barátunk nevére pályadíjat, Prágai Tamás díjat hozunk létre, mégpedig olyan szerzőknek, akiknek még nem jelent meg életében könyv. De most ez negyedik éve zajlik, ugye 4 évvel ezelőtt halt meg. 4 Prágai Tamás díjas van. Sajnos csak 3 könyvet látnak, hogy egyszerűen nem találtam Hajós Esztert, aki itt van közöttünk, és elnézést kérek tőle, aki legelőször még egyetemistaként nyerte el kiemelkedő könyvével ezt a díjat, és még egyszer elnézést Esztert, nem vehetik a kezükbe, nem nézhetik meg. Második alkalommal Hegyi Zoltán 50 éves korára jutott ehhez a kötethez, amelyet már rég megérdemelt volna, bármilyen furcsa kötetként ez az első, ez egy nagyon szép kiállítás és gazdag könyv, őt ma még látni fogják. És utána tavaly már két barátunknak, ők szintén 50 felé közelednek, Györgyi Csabának, prózába hajló, egy versekbe hajló rövid etüdei, Norváknak hívja őket, és Nagyatádi Horváth Tamás elsőskövete kapta ezt az elismerést, amely elismerés, és ezt ugye most kell mondanom, azon kívül, hogy egy okleveret kapnak, most még magának a könyvnek a megjelentetése. Ezek a könyvek itt vannak, és ugyanez a sors vár arra a két új kiváló felfedezettünkre, akik nem olyan felfedezése, hogy mondjam, őket már illet felfedezni máshonnan, máskor is náluk többször szerepelnek, valahogy a köztudatban, mert visszahozódnak és nem küldik szerteszélyen a munkáikat, kevésbé ismertek, de reméljük épp a Prágai Tamás díj repít úgy a hírükön, hogy ez az ismertség még igen erőteljes, megérdemelt legyen. Ezzel kezdjük. Először megkérem Jakab Istvánt és Kábor Kotár Zoltánt, hogy jöjjenek ki. Legyetek szívesen, fáradjatok ki. Jakab István kapja meg leendő első kötetéért, amely majd a könyvhétre fog megjelenni, amely könyvben olyan nagyszerű novellák, írások vannak, amelyeknek egy jó részét a napot online-ról szinte havonta, épp a mai napon is a Kálai Kotár barátok figyelmessége, hogy mind a két díjazottunktól feltett egy anyagot, hogy ők a mai ünnepeltek. Tehát akár ma is olvashatják meg visszamenőleg is. Ő az, aki egy új kötettel jelentkezik a magyar irodalomban. A végén adom át majd az oklevelet, Zoli, beszélgessetek, jó? Kálai Kotár Zoltán barátomat ugye említettem, mint nagyszerű szerkesztőt, és az online-nak voltak éppen a gazdája. Laudáló szavakat ő mondta. István. Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Jakab Istvánt 24 éve ismerhetném. Ugyanis ugyanahhoz a baráti körhöz tartoztunk, az úgynevezett Tibi körhöz, amely éveken át a Toldi moziban gyűlésezett, de mindig elkerültük egymást. Csak a hírét hallottam, azt, hogy ír méghozzá prózát. Ez már rögtön gyanúsá tette, nálunk ugyanis a normálisabb emberek verseket szoktak írni, prózát csak a mániákosok. Aztán Szentkuti Tamás közös barátunk kifejtette nekem egyszer, hogy Jakab egy zseni, de ezt csak a halála után fogják felismerni, ugyanis az írásait nem adja ki a kezéből. Szépen majd a halála után föl kell törni a íróasztal fiókját, onnan kivenni a megsárgult papírlapokat és elvinni szerkesztőkhöz. Ekkor még gyanúsabbá vált, nálunk ugyanis manapság mindenki, írók, költők mindenféle írásokat válogatás nélkül kiadják, és csak az egészen elvetegült mániákusokra jellemző, hogy ettől megtartóztatnák magukat. Aztán 4-5 évvel ezelőtt személyesen is megismerkedtem Jakab Istvánnal, ugyanis meghalt Tibi bácsi, a baráti kör központi figurája, és akiket nem hoz össze az élet, azokat összehozza a halál.
megismertem Jakabot, és megismertem az írásait. Megállapította, hogy szenvedés irodalmat művel. Na most ez, hogy szenvedés irodalom, ez rögtön magyarázatra szorul. Lehetne úgy is értelmezni, hogy az alkotói folyamat során szenved. Nem tudom, hogy az Istvánnál így van-e. Minden esetre, aki szenvedélyből ír, az bizonyára egy kicsit szenvedés közben. Ugyan, szóval nem véletlen, hogy a szenvedés és a szenvedés szó a magyar nyelvben olyan közel áll egymáshoz, de nem erről van szó. Még csak arról se, hogy a szövege szenvedne, bár bizonyos értelemben ez is igaz, ugyanis a mondataira olyan furcsa töredezettség és tömörítés jellemző, amitől szinte már lihegnek és fulladoznak a mondatai. Tehát a szenvedés irodalom arra vonatkozik, hogy a prózáinak, elbeszéléseinek, regényeinek a szenvedés a fő témája. Na most a mai irodalomnak, ezen a mai kortárs irodalmon körülbelül az elmúlt 120 évet értem, a világfájdalom, a nyomasztó élethelyzetek, a tragédiák a fő témája. Hát a 20. században végig gondolva ezen nem is nagyon csodálkozhatunk. Tehát depressziós az irodalmunk, de mégsem mondhatjuk azt, hogy szenvedés irodalom lenne, illetve alig-alig van. Miért? Véleményem szerint két okból. Egyrészt azért, mert akik az életük végső fázisában, mondhatnám visszafordíthatatlan fázisában járnak és igazán szenvednek, ők már nem tudnak erről hiteles beszámolókat adni, de ennél is fontosabb és nyomósabb szempont, hogy az emberek ösztönösen tartózkodnak a sokkoló szembenézésektől, tehát ezek a szenvedésbeszámolók, ezek átformálódnak és megszelídülnek. Jakab István tehát szenvedési irodalmat művel, és ez mélyen jellemzi írói kíméletlenségét és kompromisszummentességét. István egyszer azt mondta nekem, amikor még a írásainak a hagyományos könyvformában való megjelentetésének a lehetőségét pecegettük, hogy nem kell a fákat könyvek miatt kivágni. Többet ér egy élő fa, mint egy élettelen könyv, teszem már én hozzá. De István aztán szerencsére beleegyezett, hogy a rövidebb elbeszéléseit online publikáljuk. Ez egy ilyen mentőakció is volt, gondolom a részedről. Az írásai tehát a Naput online-on olvashatók, és rövidesen könyvformájában is olvashatóak lesznek, köszönhetően a Cédrus Művészeti Alapítványnak. Bizonyára sokakat furcsálkodásra, vagy fejcsóválásra, hitetlenkedésre fog késztetni, amit most fogok mondani, de Jakab István várható kötetét mind szerepében, mind fontosságában a tibeti halottas könyvhöz tudnám hasonlítani. Felkészítő mű lesz, olyan mű, amely megmutatja, hogy mire készüljünk, mire számítsunk az életünk végén. Nyomasztó? Igen, mindenki számára, aki kerüli a szembenézést, nyomasztó. Akik viszont vállalják a felkészítést, az éles fénytörésben a szép dolgokra is rá fognak csodálkozni. Köszönöm szépen! Mindjárt felhívom Varga Tamást, barátunkat, aki nagyon sok esténken mondott kiváló szövegeket. De most átnyújtom István ezt a kis oklevelet. Az igazi utalom a könyv megjelenése lesz, amit említettem, amikor mindkettőtöknek, hiszen ugye két
díjazott van, egy közös bemutató este leszünk, a könyvétek is itt van, és akkor faggatom benneteket, és több oraklom lesz a műveken át titeket is megismerni. Most két hangsúlyom van az estnek, a Prágai Tamás díj mellett a napot diódiasak is, úgyhogy most rövidebbek leszünk. Fogadd el, szeretettel ajánlom. És köszönöm Kálai Zolinak, aki számunkra téged felfedezett, aki rábírt arra, hogy a háttértörténetet el is mondta az Zoli, hogy mégis beleegyezzen egy könyvbe. Erre föl kellett figyeljen a magyar irodalom, hogyha hajlandó az ítészek elvárni. Köszönöm szépen, és akkor Tamás feljön, és elolvas egyik rövidebb írásodat, mert tessék? Persze! Köszönöm szépen! Vékony puha női hang, valami apró kis madáré, ahogy társkeresett dalon egy öblös fán, fölhívta, nyitva talált az ajtót. Az előszobában apró idős hölgy, barna ballonban, szálegyenes tartással, mégis úgy, mintha madár ugasztana az ágon, amikor szünetet tart az énekben, vagy amikor az utolsó hang is elhalt, s hallgatózik, jön-e, s honnan a válasz. Mögötte két kiszolgált bőrönt. A bútorokon makulátlan világos húzat. Kért még két percet, s hogy hagyná magára, aztán kinyitott az ajtót, ő fölkapta a két pakkot, vitt az öreg hölgy után, beültek. Hova menne? Az nem olyan egyszerű, megnézze egyet s mást, ne aggódjon az anyagiakért. Bemondott egy címet először oda. Közben a taxis érdeklődött. Az öreg hölgy elmondta, nincs senkije, de úgy képzelje el, oldalák se, senki, egyáltalán senki, egyetlen élőlény se. És most kivárt, mit is mondjon, elutazik. Igen, ez a jó szóra. Jó, érték, mondta a taxis, belegondolkodott. Tényleg többe az élet, mint egy adott címre eljutni. Odaértek az első, ez megállt, hátrafordult. Kiszáll? Nem, mondta az idős hölgy. Hideg odakint, kibámult. A taxis nézte, mit nézhet. Húcsárga fényalábok folytak végig a mintás falakon, erkély konzolokon. Két kopott karjátida tartotta az erkélyt. Elég volt, mondta, mehetnek, újabb helyet említett. Jó messzi, ott is megálltak. Amikor az idős hölgy eleget nézelődött, intett tovább, és ez így ment tovább. Nem türelmetlenkedtem 5 óra hosszat, de a taxisár egyáltalán nem türelmetlenkedett, mert közben megtudta, vagy inkább alakott, öltött a sejtése, hová tart az idősorok. Talán soha nem szállta meg ekkora nyugalom. Beszélgettek is mindenféléről, ami eszükbe jutott, cenzúrálatlanul, ahogy az édesanyjával sem, hogy miért vált el, szerelmekről, amit beteljesedtek, és amit nem. Jelentéktelen emlékekről és azokról a földrengetőkről, amiktől erre vagy arra futriad egy emberi élet, korokról, amit egy-egy később kiröghető hatalmassággal mértek. A visszapillantóval nézte az öreg hölgy szemét, várta volna, hogy elfutja valami kis hárog az önsajnálati, egy ilyen lehetetlen évszázad után. Jó szerével már nem is az utat nézte, alig parázsolt föl egyet torpított szemből. Még soha nem látta ilyen szépnek a szeme sarkából szülővárosát, ahogy elfutottak mellett a lesarnált öreg hárok, a sugárítak a szűk utcák, emlékültek, valósággal félre vett a szíva az öregtől. Ha megkérdeznénk, ahogy a sorok írója később mégis, akkor beült, s haladtak egy új cím felé, utatja magában, de annyira senkivel meg nem osztaná semmiért, csak egy sorok írójával, aki valahogy, és ez maradjon az ő szakma titka, kiszedte belőle, ez volt élete legboldogabb éjszakája, nővel töltött. Bár ő maga is húzta az időt, ő javasolt újabb helyeket, amiknek látványát, hangjait, illatát még föltétlenül magába kell szívnia az asszony. Persze, egyszer csak
emlékeztek. Az öreg, hogy megkérdezte, mennyivel tartozik, azt válaszolta, semmivel. Inkább ő tartozik neki, de nem mert hátrafordulni, hogy ezt a szemébe mondja, vagy a tükörképnek. Merően bámult át a szélvédőn, a házak vonalai összefutottak a kereszt irányú vissza által lezárt véges végteremben. Kaparta valami a torkát. Sóhajtott, mielőtt kiszállt, kitárt az ajtót, hátemet, kivette a bőröndöket. Az öreg asszony a járdára állva várta, letette mellé a pakkot. Ne haragudjon, jutott eszébe a triviális megoldás, ugye szeretné, ha bekísérném. Hölgy bólintott. Mielőtt fölvette volna a bőröndöket, hosszan álltak némán egymással szemben, mértanra pontos fedésben. Már-már fölnyúlt az öreg asszony arcához elsimíteni a ráncokat. Elsőnek a két lépetbe, beleszimatolt a levegőbe, alkoholos fertőtlenítő, és alatt az émeitő édessége, amit hivatása elfegít, hogy nem bírná egy percig sem. A portás kiszólt, mit hozott? A hölgy válaszolt helyette előre, éppen mögül láttad a gyatait. Estére várták, válaszolt a portás, de nem baj, semmi sem sürgős, ő megérkezett, és te hozta. Megnyomott egy gombot. A taxis letette a halban a bőröndöket. Nem oldászhatta tovább, vissza kellett fordulnia. Az öreg hölgy mosolyogva nézte, csábító kamaszlány basajgással, megfogta a legszép fiú, szemezte pár más percig, de lehet, hogy száz évig. Oda lépett hozzá, leszegett fejem, mint egy kutya, aki összökött, de megtért. Ráhajolt sitán gyengéden, hogy összenett törje a csontjait, átnyalágódta. Aztán miután mégsem lecsögtek azok a levegős madárcsontok, elemelte a földtől, magába szólította. Még az is megfordult a fejében, pördül egyet vele, csak közben előkerült egy fehér köpenyes, és különben sem illett volna az alkalomhoz és a helyszereméhez. Szondi Györgynek hívnak. Ezt azért mondom, hogy a sok tévedésemet azonosítsák velem, mert az előbb Jakab Istvánnak, Benkő Ildikónak az oklevelét adtam át, úgyhogy megkérem most Benkő Ildikót is, és igen. Szerintem. Ünnepélyesen átadunk megkülönikónak is, és utána kicserélik a diplomát, tehát nem magyarul mondtam, az oklevelüket. Benkő Ildikó a másik nyertese, kiemeltje érthetően ennek a Prágai Tamás díjnak. Ővel Hegyi Zoli fog beszélni, de most átadom a... Várjunk egy pillanat. Most előbb átadom akkor Jakab Istvánnak, Ildikónak az oklevelét, hogy ne, jó. És mikor nekem egy pillanatra ki kell mennem, most szeretném átadni azt a rózsát, amit a hölgyeknek, így Ildikónak is átnyújtok. Gratulálok. És Hegyi Zoli, aki már egy ideje jól ismeri, foglalkozik, elemzi ezeket a verseket, hogy majd megjelenjen könyvfétre az a gazdag kötet, ami szintén azt kell, hogy jelentse, hogy egy új név tölt be a magyar irodalomban. Ő fog laudálni. Hegyi Zoltának ennek a könyvnek, mint egy Prágai Tamás díjas a szerzője, aki nekünk nagyszerű szerkesztők, és minden irodalmi területen kiváló alkotó, ezt elfelejtettem elmondani Kállai Kottár Zoliról is, mert minden egyes szerkesztőnk a maguk területén sok oldalú alkotók is. Úgyhogy átadom a mikrofont, parancsoljatok, és elnézést, hogy nekem 5 percre el kell mennem. Köszönjük szépen! Hát üdvözlünk itt a színpadon, Ildikó, leginkább ez az első, hogy mondanom kell. A második, engedjétek meg, hogy legelőször is felolvassak egy verset Ildikótól. Szerintem lesz a jó, hogyha tudok közben esetleg lapozni és keresgetni.
szeretek a szövegből kiindulni, és szeretném, hogy is a szövegből indulnátok ki. Ha önök is a szövegből indulnának ki. Az a cím a versnek, hogy akkor. Más ízű lesz nevetésed, tűnverést imbolygok testtelen puszta izmodon. Pupillát ollóval nyírják a kötést, vágja minden puha mozdulaton. Zúzza torkomat a szürke karmotény, géped vasfogában testem fölremeg, e dús fényruhája honnya hagyta lény, tavakká ömlött, ölelte földedet. Lehettünk volna óceán egész egy, mocsárban játszol, balga, részeg álmost. Hol lengeszéltől menten heverészed múltad, jövőd mellemre csorogál most. Ki mindöröktől áldozatta szállak, sírül ember ragad hajad, szakállat. Fontos tudni, hogy Ildikónak ez egy igen ritka hangja, mert ahogy ő megfogalmazta, a mélységből kiáltok hozzá, Uram, a 130. Zsoltár első mondatának szavait bontják, kivarjálják költeményei. Ebbe a szövegfolyamba tényleg bátran érdemes belépni. Ez a szövegfolyam belülről fakad, belülről beszél, nem a világból. Időnként az én fülemnek Latik Katalin hihetetlen szűrőlításával, máskor Nemes Nagy Ágnes kőszavaival. És hogy tényleg érezhető legyen a különbség, mielőtt megszólítanám Ildikót, felolvasok még egy verset. Az a cím, hogy csak. Úgy fogadni, aki jön, nyitott üres tenyérrel, mint eget a föld, szeretni, csak mert őt akar, jégesült villámokat, talán nem tud látni hóesést, nem baj. Nem várni semmi mást, csak amit öntudatlan ad. Nézd föl, kavar, szállong a borhoz avar. Kecses röptöt tőle tanultad, nem madarak, hanem férgek lazítanak helyet benned az égnek. És így rögtön meg kell kérdeznem tőled, Ildikó, hogy mire jó a vers? Mire való a vers? Számomra egy kísérlet arra, hogy megírjam az ember voltomat, a szabadságomat, a teljességet, és arra is kísérletet teszek bennük, hogy megpróbáljam minél pontosabban megfogalmazni a válságot, és ilyen menekülő otthonakat keresni azzal, hogy megfogalmazom, hogy mit kéne tenni, vagy mit lehet tenni. Az első fül által meghallott kötet, ez Ildikó szava, én ezt akkor írtam fel, amikor egyszerről beszélgettünk, és ezt nagyon-nagyon pontosnak érzem. Meg tudlak kérni, hogy felolvasd el? Szeretek. Lassan én is beburkolózom. Nem kell, hát nem szólok. Ne nézz rám, ne érj hozzám, ne szólj velem, ne oszd szégyenem. Dadogni ölt gyerek, rongyá hagyott asszony, hanyaggá kócolt anya, gondatlanná mocskolt tanár vagyok. Épp alkalmas, hogy a műremekek, mint saját szerepek, mint omló magamról hulló cserepek alá temessenek. Tudod, rám nézheted, belém csókolhatod bármi égősebet. Liliómmal nyílik a csókod, foglak, csalogat a pohárra mélyült figyelem az ő örök örömére, a hegyek tetejére, ahol a forró köd fülözti a hályogos leget. Mossa fejemet, arcunk összeolvad, fölszív a pára, minden sejtünk döbben ébred, némán ujjongva hulló, lódul a hullongó hangú hárfa futamára,
Itt lent egy hideg katlanban kell átkoppantani cellánk falait a nyárban. Ajtó vagyok, noha tele, rajtam sok ezer zár van. Nehezen emelem a lábam. Te engem buta behemótnak, én Júdásnak látlak. Elárulsz, azt mondom, dördödöm, de ha egymásért forogva fut a suta dobogás, belehajolva a porba, a por fölkel a völgyből, s a hegyet szövi, átkarolja. Hívlak még a tél előtt, mert van még előtt egy kicsit. Ennek a kötetnek jelenleg az a munka címe, hogy Te. Munka cím. Valahol inok bennem, pontosan azért, mert a felosztásban a mélység szólok hozzá, Uram, felosztásában. Túl nyers, túl erős, nem tudom, nem érzem a kötet címét. De ki ez a Te igazából? Lehet erről beszélni? Tudunk erről beszélni? Megfogalmazható, kimondható pár szóval? Hát a technikával függ össze, hogy az ember keresi azt a pontot, amiben bele lehet kapaszkodni. És ahogy, tehát ebben az egyben érzem magamat rokonnak Kafkával, hogy nem... tehát ő is csak a rálátásban, az egyel följebbről való nézésben, a jelenlétben találja meg azt a biztos pontot, ahonnan lehet nézni. És ezért minden versben, még ha megpróbál földi Te lenni, és az a Te, egy-kettőre az Úr lesz ez a Te világ középpontja, amiben lehet kapaszkodni. A kismarosi ciszterci nővérek az ötödik trombita szó napjaiban 17 galamb szép nevelésed szálva sáskák fölött. Ima énekük mossa a füstöt, a kénkövet, akit megérintenek, beleolvad a határtalanba. Meleg fehér csöndünk nyugalma szétárad a világon, ahogy apai ujjak terülnek áldón a gyerek fején. Teljesen máshonnan ismerem ezt az élményt, hogy igazából mit is csinál, voltaképp egy szerzetes vagy egy apáca. Legelsősorban miértünk imádkozik. Jelen irodalomban én ezt a kötetet érzem leginkább miértünk való imának, ami egy nagyon nagy rang és egy nagyon nagy felelősség. Meg tudlak kérni rá, hogy felolvasd a Mester című verset. Mester, áldott csöndbe mártottál. Sivítok a vászonra ezer tiszta és tört fehéret, gyolcsfehéret, sófehéret, holdezüstöt, bárányfehéret. Csak Te vagy rajta vérző, újjongó, édes piros. Amikor először kezembe kaptam ezt a kötetet, akkor ezt ennyire még nem éreztem. Ez egy nagyon-nagyon sokszor elolvasandó könyv. Rengeteg megfogalmazatlan pillanatomnak adott szavat. Tehát olyan pillanataimnak, aminek én nem kerestem meg a szavakat. Szerintem mindenki számára fontos tapasztalat lehet Benkő Ildikót olvasni. És ha megengeditek, akkor búcsúzóul felolvasnak még egy verset, ez a hetedik nap. A hetedik nap. A tűnődés könnyűsége, csönd. Haza bandukolnak, elülnek, gyümölcsé áttetsző kővé szabadulnak, isszák, táncolják, éneklik a fényt, újjong minden.
tiszta homlokukon. Nagyon szépen köszönöm, és őszintén gratulálok! Egy ilyen kézirat hozzánk érkezésének olykor különleges útja van, ahogy Jakab István esetében Határ Zolinak a szerepe nagyon fontos. Benkő Ildikó esetében pedig egy másik szerkesztő társam Tamás Orosz János segítségét köszönöm. Készült kézzel így érkezett a szerkesztőségünk és álmodtunk hatalmasan. Megkérem Horváth Anikót, hogy mondja el az zongorán, mit fog játszani, és élvezzük majd a játékát. Néhány rövid darabot választottam ki a magyar korai és későbbi romantika darabjai közül. Én azt hiszem, hogy a Berbunkosnak minden táncos és minden melankolikus hangja különböző szerzőkről mindannyiunknak olyan, mintha gyerekkorunktól ismertük volna, vagy öröktől fogva. Az első két rövid darab a Magyar Nóták Veszprém vármegyéből című sorozatból való, ami 1820 és 30 között jelent meg. Ehhez tudni kell, hogy Veszprémben abban az időben egészen fantasztikus zenei élet volt. A Székesegyházban egy Ruziska Ignác nevű karnagy működött, aki azonnal meghozatta nyugatról a leges bemutató után Beethoven, Mozart, Rossini portáit és a legmodernebb hangversenyszervező, zenekarvezető és zeneszerző volt. Ő írta át ezeket a nagyon ismert és szép melódiákat, és akkor játszom itt most kettőt, Rózsa Völgyi Márknak a verkúmosait. Thank you.
pedig 130-szor megjelent kávaték a fizetőmellékletünknek egyik idei gyöngyszere lesz, tehát külön fizetben kiadjuk a fordításait. Úgyhogy parancsolj először. Ahol ért ez a megszólalási lehetőség. Hát tulajdonképpen miért kezdtem el ezt fordítani? Hát tehát Tagore már egy ide, Rabindranath Tagore-nak a Nobel-díjas verseskötetéről van szó, ami 1913-ban jelent meg. Illetve akkor kapott Nobel-díjat, 12-ben jelent meg. És hát ez egy régi szerelem, tehát engem mindig foglalkoztatott a misztika, misztikus költészet, és valahogy így törvényszerű volt, hogy én és Tagore találkozzunk. És hát azért kezdtem el fordítani, mert mérges lettem, bevallom őszintén. Tudnélik, próbáltam egy összejövetelen magyar nyelven olvasni, tehát felolvasni tőle pár verset, és nem találtam olyan fordítást, mármint a misztikus költészetére gondolok, mert a világi költészetének fantasztikus fordít, magyar nyelvi fordításai vannak. A misztikus költészetnek nem találtam is olyan fordítást, ami úgy éreztem volna, hogy tiszta szívvel el tudom mondani azon a bizonyos összejövetelen. És hát így elkezdtem én magam fordítani a pián, és hát ez meg belőle. Tehát most tulajdonképpen ennyi. Tehát valamikor az év során a naptárt követi a mellékletének egyik ez a nagyszerű fordítás lesz. Parancsolj, Tamás. A felajánlás éneke. Végtelenné tettél engem, ilyen vagy te jókedvedben. E törékeny edényedet újra és újra kiürített, töltesz bele friss élet. Ezt a kicsi nádfúlját hegyeken és völgyeken át te hordozod. Te lélegzel rajta keresztül dallamot, örökkön új a te dalod. Kezeidnek halhatatlan érintésétől, kis szívem korlátait az örömben elveszti, kimondhatatlan kijelentéseket fogad. Végtelen ajándékait, csak az én kis kezeimen keresztül érkeznek hozzám. Korszakok múlnak, de mindig öntöd még, hiszen van helyem, tán sose telik meg, kamrád. Gondoltam, el kéne kérnem tőled, de nem mertem a rózsakoszorút, amit a nyakadon hordtál. Így vártam reggelig, amikor elindultál, hogy megtalálnám némi maradékát az ágyon, és mint egy koldus, egy vagy két elszórodott szirom után kutattam a hajnali fényben. Jaj, nekem mit találok? Szereteted milyen emlékjelét? Nem virág ez, nem fűszer, nem illatszeres üveg, félelmetes kartot ez. Ragyogó, mint a láng, súlyos, mint a mennybéli villám, friss reggeli világosság szűr át az ablak, ez szétszóródik ágyadon. A reggel madara csicseregve kérdi, asszony, mit találtál? Nem, ez nem virág, se nem fűszer, nem is illatszeres üveg, félelmetes kartot ez. Csak ülök és mélálva csodálkozom, micsoda ajándék ez tőled? Nem tudom, hova rejtsem, szégyellem hordani, amilyen gyönge vagyok, bánta, hogy a keblembe szorítom, ezt a te ajándékodat, ezt a terhes fájdalmat mégis a szívemen viselem.
E világon nem marad számomra semmi félelem. Te leszel a győztes minden küzdelmemben. A halált hagytad is számomra társul, és én ezt az életemmel koronázom meg. Kardod velem van elvágni kötelékeimet. Nem marad számomra világon semmi félelem. Mostantól elhagyom kis díszeimet. Szívem királya, soha többé nem várhatok, nem sírhatok sarokban, semmi félénkség, édes és modor. Kardodat adtad életemül, nem illenek már hozzám a bábor díszei. Nem voltam tudatában még, mikor először léptem át az élethajtó küszöbét. Milyen erő nyitott ki hát ilyen hatalmas rejtélyre, mint rügyet erdőn éjfél támadt. Míg reggel néztem a fénybe, nem kellett csak egy pillanat. Nem vagyok idegen. Értse szívem, e világban lakhat, és hogy a felfoghatatlan névtelen, forma nélküli, karjába vesz, jóban, bajban, a forma anyába szüli. Épp így a halálban majdan, ugyanaz az ismeretlen, öröktől ismert alakban lép elém, s mivel szeretem ezt az életet, jól tudom, a halált is szeretni fogom. A csecsemő is felsír, a jobb mellétől elszakítja anyja, csak hogy megnyugodjon, rögtön utána a bal. Az okleveren kívül hatják könyvet, itt a naputat a végén adok át, mert nincsen megfelelő szép csomagolás elnézést, ott lesznek még ezek a jutalomkönyvek. Csirke Zoltán. Mivel szeretnék kivélni a hangja. Hogy mondtam? Örömmel jött. Ettől függetlenül. Köszönöm a lehetőséget. És akkor ismét Tamás. Itt a Zsoltán. Tánc. Nyugtalan csendben megbúvó szégyen vár még a sikor fél éber mélyen. Horkol a hóhér, pille pihent lesz, pontos, megkapja bérét, csak az a pontos. Ébred a hajnal, ingyen a cirkusz, csőcselék fajnak, vérben a virtus. Kúszik a hurok reggeli órán, friss léptű széllel tánc a bitófán. Foszlott szélre szállom. Süllyedő valóság, emelkedő álom, mintha csak lebegnék foszló szélt a szád. Önkéntelen szándék, érdekes egy érzés, testet tölte versben bizonyosság, kétség. Hajat hullámhosszán potrózik énem, szemedben szivárvány, kisfiúként nézem. Hangod bárson semmi vibrál, remeg hajkat, kamaszos figyelmem, szemlélődik rajtad. Szabadít látványod ámulatba ejtőn, férfi könyvben szívem legördül a lejtőn. Hajon törött lelkem zuhan habok közé, mindenem elmerül, semmi kerül fölé. Súlytalan betűim, só nehéz szavakban, fekete-fehéren, kontrasztos ablakban, süllyedő valóság. Emelkedő álom, kettő közös hűvök, fosztott szélre szállom. A másik. Ezért szeretném forintani a megkülönbözést. Köszönöm szépen.
hogy én leverezésben voltam a díjazottakor, hogy ki tud jönni, mikor, hogy, mit olvasnak fel, és ha jól emlékszem, most rá is kérdeztem, hogy így volt, hogy ő szolnokról, szolgálatról szökött meg, és csak az alliteráció miatt mondom, de tényleg szolgálat, tényleg szolnok, és hát nem megszökött, de kivívta, hogy eljöhessen. Köszönjük. És mint tudom, még valaki lett volna, majd ha ide érkezik, akkor föleleveníti, mert összekerem és felejtem, hogy van, aki Németország felett erre az estére. Tehát most Mezei Attilát kérem. Akkor
nagy a zsúfoltság, tetve, gyöngellátás, persze, hogy tifuszos lett. Ha valaki nem kezdi el ápolni, mozdulatú tetetleníteni, etetni 10 napon belül, hatalmas az ápoló hiány, akkor sokak örömmel elpatkol. Én két dolog miatt vagyok. Zenész vagyok, filharmonikus hallgatója. Amit ez a félhallgató, ösztönösen a muzsikára tud, az megdöbbentő. Egyedülálló, ez az egyik. A másik, csak maga tudja meg, menjen és ápolja meg. Én három napúval délben várom, dobba várom az állomásra, akkor indul egy tartalékvonat. Fiumén által lesznek a fényben szanitécek, meg ápolóni is. Azok figyelni tudnak magára, de vigyázni nem. Ha ott lesz, megmentheti. Ha nem, csöndítetnek is rá. Lehet, hogy magának az lenne legjobb, ha környékére sem mennának az állomásnak, ezt maga tudja. Én ott leszek. Felállt, vette a sapkáját, elköszönt, feljött a bicskára és intett. Ült a padon, az arakószáló varangozó kaphoz ment, hátrányod egy kis szilvapálinkát. Megkérdezte, hogy ott akar-e aludni? Mert ha igen, akkor inkább menjen be az atyához rögül. Testvérei hálát adtak, hogy a Lucifer mindig készül ezt a mocskot, ő meg összepakolta a batyuját és megbeszélte az öreg nyerssel, hogy a fogadta vigye le Dombovárra, mert a közforgalmú vonatok most éppen két hétig nem álltak. A lelapakolható felül fontosába berakott egy ruhárosabot, egész kenyeret, egy üveg pálinkát, egy gyufát, egy darab szalonnát, egy látáskuhát. A nyakában inkább a mellei között volt egy vászonzacskóval az összes pénze és a lapok kulcsa. Az öreg lovat közé pattintott és magá elé mordogta. Te vagy a második terhes, azt mondja, hogy itt a héten az állomásra viszek. Én ugye nem vagyok várandós. Négyen vagyunk az állomáson. Akkora sem lett állapotos, mikor a Dombovára értek. Csak a szállja nagy magának. Köszönöm, hogy elmondtad. Tudod-e, hogy merre kell menni? Ha merre figyeltem. Mezei László Miklós. És utána Anikó, hogy kérem a zongorát. Most már figyeljük, hogy helyes. Egy rövid részletet olvasnék fel abból a felbeszélésből, amely a megérdemelt ezt a díjat, és az elbeszélés egy hosszabb elbeszélés, az a cím, hogy kifosztva. Természetesen nem mondom el a cselekményét, de annyit a részlet megértéséhez talán szükséges tudni, hogy a főhőse egy fiatal tiszt, aki elvégzi a tiszti akadémiát, és megjelenik az első helyőrségben, ahol majd megkezdi a hivatásos szolgálatát. És aztán rá kell döbbennie arra, hogy néhány hét alatt összeomlik az élete, mert semmi nem úgy van, ahogy gondolta, ahogy ígérték neki, vagy amire számítani lehetett. Ezért a címe a kifosztva. Bekopogott a 112-es számú ajtó. Senki nem felelt. Tétován áldogált a küszöbön. Mit érő legyen? Nem adtak engedélyt a belépésre, tehát nem mehet be. De áldogálni két zsákkal egy csukott ajtó előtt egyszerűen nevetséges. Ismét kopogott, újra néma csönd. Körülnézett a kopár, de tisztára sűrűlt folyosón, sehol egy lélek. Topogott egy kicsit, majd körbe pillantott, és megint kopogott. Most már kifejezetten kínos volt a helyzet. Egy tiszt két nagy csomaggal a kezében ácsolog egy csukott ajtó előtt, és tétován nézelődik. Eldöntötte, bejött. Halkan, óvatosan, lassan, mintha ettől bármi is megváltozna, résnyire nyitotta az ajtót. Üres szobát látott. Szemben egy íróasztal, mögötte könyves polc, rajta egy ózsdi rádió. Egyik oldalt iratszekrény, rengeteg dossziéval megtömve. A másik sarokban álló lámpa, alatt a három fotel a dohányzóasztal körül. Belépett.
körülnézett, hát ha mégis van itt valaki. Körbejártott a tekintetét, de nem látott senkit. Most mit tegyél? Itt ácsorogjon a szoba közepén, vagy üljön le egy fotelbe. Most már egészen nevetségesnek érezte a helyzetét. Mégis menjen vissza az ajtó elé. Letette a földre a zsákjait, újból szétnézett a szobába. Ezúttal a falakon járott a körbe a tekintetét. Néhány megfakult képet fedezett föl, amelyeken a hadrendből már rég kivont harckocsikat, lövegeket látott. Darab ideig tétovázott, majd a hosszú gyaloglástól hirtelen rátört fáradtság miatt leült az egyik kopott fotelbe. Lábához húzta a zsákjait és várt. Várt és hallgatózott. Mintha egy távoli szobában írógép vagy telex kopogott volna. Azután egy WC öblítő zuhogása burgulázott végig a folyosón, nyomban utána közeledő lépteket hallott. A szobába egy idős százados lépett, aki meglepetten nézett Petrinkre. Százados úr, pattant föl az alhadnagy, Petrik alhadnagy szolgálattételre jelentkezett. Á, édes fiam, hát megjöttél, nyújtotta a még vizes kezét a parancsnok helyettes. Már vártunk, csak éppen azt nem tudtuk, mikor érkezel. Különben érted küldtem volna egy terepjárót a kompkikötőbe. Magyarázta a százados, aki aztán megmondta a nevét is. Petrik nem értette jól, de nem akart visszakérdezni, ezért inkább elnevezte magában ősz öreg századosnak. Ugyanis furcsálódta, hogy ilyen idős ember és mindössze századosi rendfokozatig vitte. Hogy utaztál, édes fiam? Kedélyeskedett őszöreg. Petrik rövidesen, katonásan válaszolt, majd tetre készen érdeklődött, mi lesz a feladata a helyőrségnek. Nos, a feladatod a D-jelű tartalék zászlóalj parancsnoki helyettesi posztja lesz. Petrikkel megfordult a világ. Zászlóalj parancsnok helyettes? Még meg sem száradt a tinta a diplomáján, és már is ilyen magas beosztást kap. Mámoros szédület fogta el. Szinte dadogva ismételgette magában. Zászlóalj parancsnok helyettes. Évfolyamtársai közül a legszerencsésebbek talán ha századparancsnoki beosztást kapnak. Ő meg egyenesen a ranglétra közepére hág ebben a távoli helyőrségben. Megbűvölve nézte őszöreget, és szinte föl sem fogta, miről beszél a százados. Nos, a keret zászló aljaink, amelyeket tartalékosokkal töltünk föl, ha szükség lesz rá. Petrik amilyen gyorsan megszédült az erő, most olyan gyorsan kihozagodott a mámorából. Tehát egy nem létező zászló alj, egy üres épület parancsnok helyettese. Egyesi Béli a szózat zeneszerzőjének gyönyörű zongoradarabjai és dalai vannak. Most már zongoradarabok közül az őszi dal címűt fog amelyet. Thank you.
Thank you.
kiskoromban megkérdeztek arról, hogy mi szeretnék lenni, hogy nagy leszek, akkor általában azt mondtam, hogy író szeretnék lenni. De soha nem volt témám, vagyis nyilván írtam szerelmekről, megcsalódásokról és egyébről, de úgy mindig üresnek gondoltam, nem volt lényege. És amióta ugye az életemben Isten, meg a transzcendencia meghatározó lett, azóta érzem úgy, hogy van már újra témám, amiről tényleg szívből tudok írni. És egyre inkább rájövök arra, hogy az életnek igazából egy értelme van. Azaz, hogy visszatérjünk az Atyához. És a novellámban is egy olyan gondolatot vetettem fel, hogyha egy nő egy ilyen útra lép, akkor neki milyen lehetőségei vannak. És ugye a hagyományok, a vallási hagyományok azt mondják, hogy hát ez egy férfi kell, aki ugye tudja vezetni a nőt. És én ebben a novellámban egy ilyen utat próbáltam meg felvázolni, vagy leírni, és ebből olvasnék fel egy rövid részletet. Odakint nyár van, tikkasztó idő, izzadságtól csapzott. Fentről még mindig, ebben a késő délutáni órában is megállíthatatlanul zuhognak a napsugarak. Alulról fűtenek az agyontakosott, piszkos szürke járdát, és arrébb az út végében hullámzik a templomtoron. És emberek. Emberek mindenütt. Pára felhőt húznak maguk után, parfümök és alantkók adó virágok bárgyat illata ez. Emberszag. Egy utcai fánk sütődő és a nehéz, fáradt zsír émelítő aromája. Cukrok, vanília, fahéj, csokoládé, dió. Nevetés, halk csevej, kacaj, fülekbe suttogott titkok és vallomások, elsírt bánatok. Aszfaltra boruló koldus, ütemes pénzsőrenés, dudaszó. A sín egy nyikorgó villamos hangja, és egy galambszár csapásai. Majd enn alakja, apró, bizonytalan lépések, emelkedő hajzivatag, púderszín látomás. Észrevétlen suhan a tömegben, örök tündér, zöld tükrű tóban alvó, mélység szülött. A városkép összefolyik előtte, hullámzik, kavarog. Egymásból vannak az arcok, a színek, a vonalak, a terek. Aztán eltűnnek ezek is. Nem marad más, csak egy pont, két párhuzamosan futó vonal között, meg egy szökőkút, egy lassan előtűnő háztető, egy bejárati ajtó és egy harangéles kongása. Az ennáltal újra rajzolódó teret ismét birtokába veszi az idő, 6 óra van. Enn arra eszmél, hogy mereven bámulja a kilincset, izzadság csepp szaladt végig a homlokán. Val keze görcsösen szorítja a semmit, aztán felemeli tekintetét, végignéz a házon, ahová az üzenet szerint meg kellett érkeznie. 1800-as évekbeli földszintes, az egyetlen földszintes régi házakban az utcában. Mindenfelé sok emeletes, modern épületek magasodnak, üvegekből jellegtelenül nincs bennük szépség, még akkor sincs, ha prizmaként szét is tudják szórni a fénysugarakat. Üvegtestük rádul az alacsony épületre, az pedig tűri, egyebet úgy sem tehet. Csoda, hogy még itt van. Oldalában 3 elmerengő ablak, belülről súlyos függönyök takarják őket, csipkéből talán. Egykor jó módú polgárok lakhattak itt. A bejárat előtt kicsi, gondozott virágos kert néhány tujabokorral a járda mellett. Kopottas festésű, barna színű ajtó, névtábla nélkül hangsúlyos kilincsel. Jobb oldalt feltott a csengő. Csengessen be, áll a levélben, becsengetett. Már látni vélte barátait, amint izgatottan fészkelődnek a belső tér titokzatos sötétjében, a súlyos csipkefüggönyök mögött várva, hogy belépjen, hogy gyanakvó tekintetét körülhordozza a helységen, hogy tegyen egy-két bizonytalan lépést, hogy elejtsen egy-két határozatlan hagót, mint a filmekben a női főszereplő, akik végzetükbe rohannak, hogy a pillanatban sűrűsödött, feszült várakozást megtörje az ő felharsanó kacagásuk. A mindenhonnan előtűnő, vidám tekintetük és záporozzon a meglepetés harci kiáltása. Ő pedig eljátsza, hogy meglepődött, meghatottan csókolja és öleli őket, fogadja az ajándékokat, udvariasan megkérdezi, hogy miért pont ide szervezték az ünneplést, hogy kinek a háza ez egyáltalán. Aztán sokáig beszélgetnek, míg végül kimerülten és elégedetten távoznak a fülett éjszakába. Senki sem nyitott ajtót. Elidegesen toporgott, aztán még egyszer csöngetett. Várakozott. Úgy, ahogyan Sík Sándor várakozik verseiben,
egy megbúvó ablakmélyedésben vagy az ösvénytövében, szemedet egy pontra szegezvén. Így szegezte ő is szemeit arra az egyetlen egy pontra, a kilincsen hosszában átfutó, sötétbő karcolatra. Várakozott, mint a szirmai pontani készülő rózsa, mint a talpig díszbe öltözött első bálozó hajadon. Így várakozhatott Árpádházi Szent Erzsébet, rózsákkal a kötényében, amikor apja előtt állott, és így várakozhatott Dante is, mielőtt a pokol mélyére szállt. És a pillanat, a döntő pillanat, a szép dobbanásba sűrített élet, a világ mindenséget másodpercről másodpercre újra teremtő isteni hatalom újfent kinyilvánította magát. Ahogyan megnyilvánult a borra változott vízben a kánai mennyegzőn, ahogyan megnyilvánult a rózsával változott ételben Erzsébet kosarában, ahogyan megnyilvánult a kukorból feljövő Dante mosolygása többé képtelen tekintetében, vagy ahogyan megnyilvánult most, enkilincset lenyomó jobb kezében, és az ajtó lassan kitárult. Három névodíjasunk írására, felolvasására kerül sor, de egy-két dolgot mondanék előtte, és majd még a végén. Mindaz, amit itt hallhatnak, általában részleteket, vagy egy-egy verset a sok közül, figyelmeztetek mindenkit, vagy fordítom a figyelmüket, hogy ez mindegyik írás olvasható napot online. Tehát ahol most csak részlet volt, az egészet is megtalálják, mert amit díjaztunk, az teljesen. Nem mindegyiket, mert nincs mindegyik. Igen, ezt meg akartam hozzátenni, a döntő többségét, tehát pontosítok, még a napotban is fog idén megjelenni egy-kettő, és egy-kettő, három, négy be van tervezve az év elején a Gálai Katázoli barátunk ezt megtette. Másrészt mindenkit buzdítok arra, hogy volt is olyan díjazottunk, aki már nem először díjazott, tehát folytassák, küldjék be írásaikat, mi nagyon szívesen közüljük, és nagy öröm számunkra, amikor ilyen pályázati beérkezések után, közlések után nem sok évvel találkozunk azoknak a nevével, akik aztán könnyűen jelentkeznek, tehát befutnak az irodalom életbe, és tudjuk, hogy részben nálunk indult el a pályájuk. Azt is hozzá akarom még gyorsan tenni, hogy Izsó Zita, Petrozsényi Nagypál azok, akik nem tudtak eljönni erre az estre, de ők is Pirizóta Szandra, az ő nevük is hagy hangozzék el. Szűcs János következik. Verset írok, de én inkább az emberi természet az, ami érdekel és megérint. 33 évig voltam polgári peres bíró, nem kell megijedni a virágtól. Bár igaz az az aforizma, hogy a bíró, még hogyha kegyes is, soha nem a szeretet tárgya. De ezt a bírónak tudomásuk kell venni. Voltam 16 éven keresztül a bíróság elnöke is, nyugdíjas vagyok már egy éve. Mindig is érdekelt az írás, csak az íráshoz azért valljuk be, idő kell. Tehát, hogy
olyan hivatás mellett, amit én üztem, igen kevés idő jutott az alkotásra. De most már remélem, hogy sokkal több jut, és nagyon szépen köszönöm a megtiszteltetés a számomra. Akkor örülök, el sem tudom nekem. Szűcs János a szublimált idő maradékkal. Fúj a szél, itt van az ablak, húzatban. A télidő féreg járatán át kibejárnak belőled belé élők holtak, szelidül a dúvad, szelidek elvadulnak, feltámadnak egymás után, itt tűnnek fel, de ott állnak a szublimált időbe zártak, az életből kigyomláltak. Kikelnek megtermékenyült emlékpeték, a páncélhéj testszervényeibe rejtett időférgek, mire az ember feleszmélne, mire a kezem hozzád érne, a kígyó saját farkába harap. Határszannak, szöges dróttal megkoronázott vérző palak, a múlt a múlttal, a jelen agyat mával összeér, ne félj, majd lengyed szédűsok nőnek, a porral együtt elsepert vér, a tömiskoszorú, a pakereszt, a szűzerszűt, a szenté avatott prostituált, a latrok lábnyoma helyén. Itt van az ablak, húzatban, fúj a szél. Szegek rosda foltját hordja a tenyér, sorsvonalában rejtett jóslat, a jövőbe pulladt múlt, üvölt a sátán, hallgat az úr, a szíveden nőtt lüktető vadhús önműtétre vár. Tűzfalakra húsznak az árnyak, az emberből kinő az állati lét, levegővé ég a kék, babábukat segít világra a bába, az elpárogott testek árnya lenyomat a vakító márványban, a holnapi emlék időpárlat, a néhai itt és a mai itt lét, mélyhajtól mélyfalig ér, mint a burokba zárt tér, buborékként őrzi magát akár a magzat kezdemény, a szedett sírás halál árnyék. Vigaszként a megfeszített emberfia bujantájban áll, tenyerén a megváltás ígéretét, szegnek rosda foltját, a szublimált idő maradékát hordja. Lámarcokon a ráncok, vulkánok hamjába rajzolt Nazca vonalak, ha megmozdul a föld, összezörvennek a poharak, kinyílik a szekrény, felázadnak a tárgyak, az elhajított kő vissza sohasem tér. Ha a szó mérgezett, a kérdés fontosabb a feleletnél, az értelemnél az érzés, az életnél az emlék, az iránytű helyett az átrajzolt térkép mutatja a helyes utat. A túléléshez segít a hamis tudat, mire elhal a holnap az ének, egy lesz a sorsa pártusznak és gödöjének. A varázslák, a ráncok, időférek, nyomatok, vulkánok hamujába rajzolt Nazca lárvarszokon. Tegnapra virrad a másnap, mire beveted az ágyat. Lepedő ránc se őrzi már a szeretőt hűt helyét, szép ívű vonalainak lenyomatát, a szeretkezés nehéz fém illatát. A házasság törő aktus ritmusa, az ágyék lüktetés már csak a szublimált idő maradéka. Mágneses téren veszte tüskés, vasra szélék vázlat, párolgó rajzolat, szürkéskék hagyban, nem kívánt mellékhatásként, lelkifúrtalás. Tegnapra virrad a másnak, koponyádban emléktöredékek kibejárnak. Fúj a szél, itt van ablak, húzatban. Vidék Bianca.
bocsánat. Tehát nem írok régóta, 3,5 éve, és mindenki óriási szerencséjére eddig csak nagyon rövideket tudtam befejezni. Én 2 novellát küldtem el a pályázatra, és ebből most a rövidebbet olvasnám föl. Az a címe, hogy Zöld szem. Láncon tartom, röviden, hegyes szögekkel kivertem, a kaloteszegi mintás katonaládában. Nem beszélek róla senkinek, én sem foglalkozom vele. Néha hetekig eszembe se jut. Ha nagy ritkán mégis, azt kívánom, bárcsak ne lenne. Aztán a végén mindig megsajnálom, hogy senkinek nem kell. Amikor először jön föl hozzám, Juditnak is megmondom, ne nyúljon a ládához. Bármihez, csak a ládához le. És az első néhány alkalommal szót is fogad. Judit klassz lány, mindig pontos. Nevet a vicceimen, nem akarja beosztani az életem. Kis keze van és vaníliás cukor illata. Azt hiszem, szeretem. Péntek este, koncert után boros poharakat keresek a konyhában. Tisztát. Mire visszaérek a hálószobába, Judit ott érdel a sarokban. A virágos fedél a falnak döntve. Mintha kútba nézne, úgy hajol a láda fölé. A hangja is olyan, mint aki üregbe kiabál. Kongó és fátyolos. Honnan van? Nem emlegetem fel az egyetlen szabályt. A ládát én vettem az ecserin. Ja, az az apámé volt. Előtte meg az ő apjáé. Milyen kicsike, nem harap? Figyelmeztetem, hogy mindenre képes. Kérdések sorára válaszolok. Nem, nincs neve. Fogalmam sincs, fiú-e vagy lány. Mit tudom én, hány éves? Mutató ujjával érinti. Nem harap. Másnap első útja a ládához vezet. Hát hogy aludt az én gyönyörűm? Gyönyörű. Az eszem megáll, ez a rondaság. A szőrébe túr. Nem harap. Itassuk meg. Próbálom magyarázni, miért szükségtelen. Ügyet sem vett rám. Ingyenségeket hoz neki, kísérletezik. A mazsolát és a szardiniát szereti, az avokádót nem. Zöld szemét dicséri. Levágja a körmét. Nem harap. Minden nap találkozni akar vele. Becézi, mesét olvas fel, horpaszát szírógatja. Hány lánynak mutattad előttem? Megfürdeti. Nem harap. Tüskés gerince mentén új vegyel masszírozza. A láda mélyéről vinnyogó szuszogás. Hallod? Énekel. Sétálni inné, fotózásra, állatkozmetikushoz. Miért vele foglalkozik? Miért nem velem? Vaddisznósörte hajkefével fésüli. Nem harap. Nincs kedve többé moziba jönni, se színházba, étterembe. Nem akarja egyedül hagyni. Másolj nekem kulcsot, és akkor, ha nem vagy itthon, akkor is meglátogathatom. Míg zuhanyozok, láncáról eloldja. Órákig kergetem, mire vissza tudom zárni a ládába. Judit közben a falhoz simulva zokog. Te nem is törődsz vele, még nevet sem adtál neki. Nem is érdemled meg, hogy a tied legyen. Észre se veszem, mikor megy el. 2 napra rá a téren mondom meg neki. Az óra alatt, ahol először találkoztunk. Késik sokat. Alig ér oda, rögtön belekezdek. Gondolkodtam azon, amit mondott. Igaza van, nem érdemlek meg egy ilyen rendkívüli lényt. Csak szenved nálam, úgyhogy eladtam. Külföldre. Egy amerikai gyűjtőnek. Nem tud elbúcsúzni tőle. Még az éjjel elvitték. Az Atlanti-óceán partvidékére vagy hova. Higgy el, jobb így mindkettejüknek. Kevésbé fáj. Ez is színű könycseppek gurulnak végig az arcán. Most nincs vaníliás cukor illata, és soha többé nem akar látni. Kerülő úton megyek haza, sokára, amikor már muszáj. Nem kapcsolok lámpát, cipőstül fekszem az ágyra. A fal mellett a katonaláda homályos massza. Semmi fény, csak a láda oldalán, a repedésben, a zöld villanások.
engem figyel. És továbbra sincs itt, nem érkezett meg Mátis Viola, nem érkezett? Akkor Vidó Venyec Mihály. És Varga Tamás. Én csak nagyon röviden szeretném megköszönni. Ez az első magyar nyelvű megjelenésem, és rögtön egy díjat kapott. Ez nagyon nagy dolog számomra. És igen, a Naput online oldalán el lehet olvasni, akit érdekel a teljes szöveg. Eddig német nyelven írtam verseket, és Németországban jelent meg egy verses kötetem. Az első kötetem. Tehát akkor ön jött Németországból erre az alkalommal. Igen. Igen. Bizonyos Mihály gőzölgő nők. Észlet, helyróka már valóhány itt a csinomány. Milyen kilegzett a száján át, és szenezőt bogarait leemelt a fagypont alatti október feletti, már majdnem novemberre nyíló égboltról. Látta jönni őt, SG-t, asalga 40 percet késett, ezt mindig. Viktor rettenetesen utált ezt benne, mert mint mondja, egyetlen dolog van, amit az embernél magánál nagyobb tisztelettel kell megajándékozni, és az nem más, mint az adott ember adott ideje. De mint említettük volt, talán épp a saját idő bemocskolása véget, esték közönséges hadmozozó és lopó és mindent lopó, alap természete szerint összelopja magát, Benzizopolen, összelopja alap természetét, hisz enélkül semmi formában sem nem tételezhető, mert ő nem már ki puszta belcsin és külbecs, de rájött, ha nem vagy, hát lopd össze magad, ha nincs léted, hát létezz másból, fejd annak léttőgyét, ha nincs időd, hát időz másból, fejd annak időtőgyét. Ez a tőgy dolog azonban Viktor erre vonatkozó megfontolásai tekintve Jóskán valósított ki, mert amíg bizakodott pillanataiban úgy gondolta Viktor, hogy már pedig minden idő az ő saját találmánya, az az idő, amolyan immanens, addig őt lopta meg esti, aztán meg mikor úgy volt, hogy említett idő olyan transzcendens, akkor meg magát a teremtőt. Először véletlenül temetőt hívtam fulladról. Lopja meg személyesen esgét, és Viktor döbbettel állt a levezetésének eredménye előtt, miszerint, hát elszaporodnak ezek a hátolások, milyen ember az, aki Istentől lop, nem meg aztán milyen Isten az, aki adja magát meglopni. Feltételezhetően egy olyan gondolta, aki maga is bedölt egyik gőzölésére. Na, de aztán el is akasztotta neki, mert tájékom. Tehát megérkezett 40 perccel később, szótlanul állt, Viktor szótlanul állt, az időtől fejetlenül, tehát nem fejre állt, majd minden elejét összeszedve hozzávágta a kezében lévő volt vízforralót, amely váltotta fel a Német Demokratikus Köztársaságban együtt sajtó műanyag állapotát, Esgét nagyot nyögött belé, rántorodott egyet arra, amelyre jött, de hamar stabilizálódott, kicsit megkörnyedve, kezeit ökölbe szorítva tartotta a melkasán, zaklatotta a ziháló tekintete szemüvegébe, pontosabban nem is, akkor már nem oldott szemüveget, inkább hajában rejtőzve került a felnézést, a darabokat bámulva, úgy sejtett azon morfondírozik, hogy az a kicsi víz a töredelmek között vajon a vízforvalóból jött-e, vagy másból, de akkor miért nem száradt még fel a régi? Esetleg már könnyed lát, vagy eső kezdett rá, városnak azon a pontján, ez egy pontján, azon a pár négyzetcentiméteren, nem, én köptem oda, mondta Viktor, oda köptem, elképzeltem lopva, nesze, nyár!
Hol van, de most, de tényleg, hogy most is elkésel. Le tudnálok okkádni, necsességben megtenném, nem tudtam hamarabb, mondta ő, ez gép, de hogy érted, kerülnöm kellett, óriási kellett kerülni, mondta. Ahhoz, hogy aztán a szavakba ne kelljen kerülnöm, azt, ami olyan lettem, tettem, mondta, kis szünetet tartva, mondott, nem tisztán elkülönthető érzelmi egységek között, még mindig az előző portban, ahogyban artikulátlan bózban, de nehezen felfoghatlan konzervációs implantúra nélkül nehéz volt ott érteni, bármit is, ott volt a levegőben azt mondjuk, hogy az úgy fog működni, esbír szerint, a Spíra mondta, mit tudom én már, melyik könyvét írogatta, de akkor még nyolc sem volt reharagunk szólnának, hogy egyetlen titka van a csodának, egyetlen egy, nem szabad többé rosszat tudni az emberről, bármi történt is, el kell törölni egyetlen megbocsát ember mozdulattal, hogy vannak az olyan esdé, mondta Viktor, itt te mostan cezúra lesz, mert innentől semmi nem lesz, mert kit érdekel, hogy meghalt az anyád, mert ezért én nem fogok megbocsát emberi mozdulatokkal törülközni, mert meg téged is letörülni, mert nem úgy van ez, mert csoda attól van, mert pontosabban lenne, mert szerinte Viktor azért nincs, mert ő, SG, szándékosan hagyott fel a gőzöléssel, és ezért nincs bocsánat, és ahogy meg árulja már ő, SG, személyesen, hogy miért nem gőzöl, tényleg ő, SG nem akar. Mert ha így van, akkor meglátja a kis, hogy SG, majd megéli még az ő két csodáját. Du wirst noch dein Bruns wunder einblem Monte ezt is itt a legényelvén, és beszélnek, én fogok a kurvanyára. Ne fogadsz, paraprázis, nézz rám, ha már megszólalni nem tudsz. És akkor SG milyen belélegzett a száján át, a szemes barna bogarai, fagypont alatti október feletti már majdnem november nyíló, 9 óra 11 perce dikkei ég volt emelve, és úgy szólt, hogy nézd, hogyan játszik a szél azzal a lappal ott fent. Vajon mi lehet az? És a papírt alacsonyabbra navigálta a szél. Ez egy levél, a nővéremnek írom, nem most nem előtt, mindenki emlékszik a már. Na látod, kézzel írott, látod milyen szél, már csak egy karnyújtásnyira volt esély felett, az ezzel el is kapta egy rőrök lapot, milyen szép, egészen biztosan szerelmes levél, tele van sírva, mosódott tinta, egyeneket itatós papír, esdé maga is sírt, kigombolt a hosszú kabátját, mely a teljesen mesztelen volt, ott kitéve az októberi hideg volt, hideg kirakatába, hadd udazott az a gyönyörű testről, a leggyönyörűbb, ami valaha bánnák, szeretnék, nem bánnáé, hanem ezer éves alapáston tejjel telik rá a ejtve, s hajlatai a gyűrűző anyatejfoltok, fagyos bimbókba ütközve törnek meg, és sendesülnek el csodás mellének bérszoka alatt, mert ez odaszorított a levelet, elhalottnak nyilvánított teste, egyetlen porcikája sem gőzöl már, az egyetlen nő a világon, aki nem gőzöl, így hal meg egy nő, sem soha pompás gőzöljében tört ki, hogy tárgya gőzöljenek, azt hittem még soha elképzelni sem, mert mi abban a nő, egy levélben van a húsa, vagy esnék bedobta a levelet a levegőben, annak pedig mintha egy rendeltetett volna, alákapott a szél, posta szél, galamb szél, vitte amerre, jött arra, majd pedig esnék, és utána felszállt, Deus ex machina lecik, rokkokkabátja hajította a lomból. Talpát melleajkát, most a vágást lehetett látni, míg a fagypont alatt október feletti már majdnem novemberre nyíló 9 óra 10 pár perce dikkei égbolt teljesen el nem nyerte. Onnan a magasból lesz a szárt mortáre, de az még most nem jön. Hát teljesen. Hát el. Köszönöm szépen Horváth Anikónak, Varga Tamásnak. Velicskó Péter az egész anyagot videóra veszi. Tóth Csilla Ilona végigfuthozta az estet, és mind a két anyag megfog a Napot online
non-jelenni, tehát a teljes est videófelvétele és egy kompozíció úgynevezett muzsikáló fotóalbum címen a szereplők Tóth Csillának köszönhetően. Az is egy kis információ, hogy bizonyos naputok, a legutóbbiak némelyike és a Cégos Művészeti Alapítvány egy-két könyve hátul a barátainknál megtekinthető, illetve meg is vásárolható, lapozható és hozzá lehet jutni. Ha valaki rendelni, akkor a Naput Online-nak van egy könyváruháza, könyvesboltja is. Erre szeretném még azt is mondani, hogy a következő estünk február 5-én az Országos Idegen Nyelvű Könyvtár Molnár utcai klubtermében lesz a legutolsó 10. naputszámunk. Tavaly naputszámunk az Hanvas Bélával foglalkozott. Egy Hanvas Béla kerekasztal beszélgetésre szeretettel invitálom Önöket erre a napra is. Hát körülbelül talán ennyi. Nagyon köszönöm a türelmet. Nagyon köszönöm minden résztvevőnek, akik már most a nevét, tehát akik felolvastak az értékes műveiket, amelyeket, mint mondtam, el lehet olvasni teljességében a Naput Online-on. És minden egyes nívódíjasnak a végén jöjjenek, vegyék át, majd betesszük egy nem túl elegáns zacskóba a könyveket, vigyék el, ne hagyják itt. Hát ha valakinek utazási nehézsége van, akkor az más. És az utolsó szálvirágot szokás szerint Arsányi Katalinnak szeretném átadni, mert kinn a folyosón vár bennünket a sok falat és korty, és az édes falatokat mindig aranyosan, nagyon régóta ő készíti, úgyhogy én most hátraballagok, mindenkit invitálok a folyosóra, és a Katalin itt menet közben, hogy jön kifelé, átveszi tőlem ezt a rózsaszámot. Köszönettel tartoznak nekik, akár könyvmegjelenés, akár fórumon való